modern vállalkozások rendkívüli lemaradásban vannak a digitalizációs és infokommunikációs eszközök használata szempontjából a hazai kis- és középvállalkozások európai versenytársaikkal szemben. Megkezdődtek a Zöld Város kialakítása Nyíregyházán című pályázat munkálatai. Fejlesztések Panyolán, mintegy 100 millió forintnyi fejlesztés és beruházás valósul meg idén a településen, melyek nagy része az augusztusi Panyola Festre el is készül. A digitalizáció és infokommunikációs eszközök használata szempontjából a hazai kis- és középvállalkozások rendkívüli lemaradásban vannak az európai versenytársaikkal szemben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A problémát segít leküzdeni a Modern Vállalkozások programja, amely díjmentesen nyújt segítséget a vállalkozások számára. A digitalizációt szem előtt tartó vállalkozásoknak információs napot szervezett a megyei iparkamara, hogy a cégvezetők első kézből kaphassanak tájékoztatást a digitális vállalkozás fejlesztés külső finanszírozásának lehetőségeiről és a legújabb informatikai trendekről. Már 2 éve zajlik megyénkben is a Modern Vállalkozások Program a Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében, melynek keretében egy egész napos rendezvényre várták a digitalizációt szem előtt tartó vállalkozásokat. A rendezvényen előadásokkal, tanácsadással és pályázati lehetőségekkel segítették a digitális fejlődés útjára lépő vállalkozókat. A kamara nagy feladatának tekinti azt, hogy a tudást és a gazdaságot összekapcsolja, és ma már ez a tevékenység elképzelhetetlen az infokommunikációs eszközök használata nélkül. Hatással lehet a vállalkozások hatékonyságára, illetve a versenyképességre. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy kiállítókat is itt megszólítottunk most, akik különböző technikákat, technológiákat, eszközöket ajánlanak majd azoknak a vállalkozásoknak, akiket érdekel ez a mai esemény, illetve fontos tartották az életükben. Én úgy gondolom, hogy az infokommunikációs eszközök használata nélkül ma már a kis- és középvállalkozásoknak is nagyon nehéz boldogulni, hiszen csak ha az elmúlt időszakra visszatekintünk, akkor a cégkapu nyitása, a különböző bevallásoknak az elkészítése az is elektronikus úton történik, és a különböző helyi adóknak a kezelése is nagyon fontos volt, és ezekre fel kell készülni a vállalkozásoknak, nem csak a magánéletben kell használni ezeket az eszközöket. A kamarában ingyenesen kaphatnak tanácsot a megyei vállalkozások, melyek így felkészültebbek és versenyképesebbek lehetnek a saját piacukon, valamint a közös európai piacon is, mondta el a rendezvényt megnyitó beszédében Koleszár Péter, vezető IKT tanácsadó. A hazai kis- és középvállalkozások rendkívüli lemaradásban vannak az Európai Uniós versenytársaikkal szemben, hogyha a digitalizációs eszközök használatában hasonlítjuk össze őket. Ennek a problémának a leküzdésére jött létre a Modern Vállalkozások programja. 2 nagyon fontos fronton igyekszünk a vállalkozásokat segíteni. Az egyik maga a Modern Vállalkozások programja, amelynek az egyik legfontosabb pillére az a tanácsadói hálózat, annak a tanácsadói hálózatnak a szolgáltatása, amely a kis- és középvállalkozások számára díjmentesen igénybe vehető. Tanácsadóink a vállalkozások telephelyén keresik fel a vállalkozásokat, és egy rövid auditot követően egy fejlesztési javaslatot tesznek le az asztalra. Ezen fejlesztési javaslatnak a valóra váltásával jelentős előrelépést tudnak a vállalkozások elérni, és hatékonyabban és gazdaságosabban tudnak működni. Koleszár Péter hozzátette, a másik fejlesztési lehetőség az az Európai Uniós pályázati csomag, melynek keretében a vállalkozások akár 40%-os visszanemtérítendő támogatást is kaphatnak a digitalizációs folyamataikra. Megkezdődtek a Zöld Város kialakítása Nyíregyházán című pályázat munkálatai. Az első helyszín, amely megújul, a Benczúrtéri Vénusz szökőkút körülötti terület. Jelenleg is bontják az elöregedett térburkolatot a Benczúrtéri Vénusz szökőkút körül. A Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén című pályázat keretein belül a szökőkút 7 méter helyett 10 méter átmérőjű lesz, és a körülötte lévő terület új, szilárd térkőburkolatot fog kapni. A parkot különleges burkolatú tanösvények és sétányok teszik majd átjárhatóvá. Ez egy vízelvezető, vízelteresztő burkolat típus, teravé néven futó burkolat típus, amelyet gyakorlatilag az ilyen
park építéseknél, nagyobb összefüggő felületeknél elég előszeretettel alkalmaznak, műgyanta alapú, és rendkívül természetközeli hatást kelt. Nagyon szép lesz, reméljük, hogy itt a téren is jól fog majd mutatni. A teljes beruházásra közel 1,2 milliárd forint 100%-os visszanemtérítendő támogatást kapott az önkormányzat, amelyhez még hozzátettek 162 millió forinton erőt. A zöldváros kialakítás projekt 5 elemből áll. Talán a leglátványosabb itt a Bencz-Bessenyei tér felújítása, a másik területünk a Bújtosi tavak környéke, az egész Bújtosi városliget, a harmadik a Pazonyi tér, a negyedik az Arany János utca, ugye ott már évek óta átadtuk a körforgalmat, és egy pályázati lehetőségre vártuk, hogy a zöld felületet is hozzá tudjuk tenni, ez most hála Istennek megvalósul. És van egy épületfelújításunk a Bocskai út 16 szám alatt, ami a régi szép épületek megőrzése, megóvása és felújítása a programba is illeszkedik. A program részeként a Bessenyei téren a Móricz Zsigmond Színház főbejáratával szemben térkőburkolattal ellátott pihenőfelület épül, ahol egy új szökőkút is helyet kap, valamint egy 500 méter hosszú, gumiburkolatú futópálya is. A Bencz úr téren a játszótér megújítása mellett annak környezetében szociális épület létesül, ahol kézmosásra és WC használatra is lesz lehetőség. A szerződés szerint a projekt első üteme szeptember 24-én zárul, azonban a Bencz úr téri munkálatok a tervek szerint már az augusztusi Vidor megnyitóra elkészülhetnek. Mintegy 100 millió forintnyi fejlesztés és beruházás valósul meg idén Panyolán, melynek nagy része az augusztusi Panyola Festre el is készül. A településen nyilvános vizes blokkok épülnek, valamint egy játszótér, egy kézműves ház felújítása, egy vízi sportkomplexum, két kenukikötő és egy kerékpár bérlőhely építése is folyamatban van. Már a játékokat szerelik a templom mögötti téren, Panyolán, ahol a helyi és a környékbeli gyerekek legújabb játszótere épül. A beruházás mintegy 37 millió forintnyi hazai forrásból valósul meg. A tér rendezése hamarosan elkészül, augusztusra pedig a parkosítás, a füvesítés és a növényültetés is befejeződik. Ezen a téren megálmodtunk egy játszóteret, és tavaly év folyamán nyertünk a belügyminisztériumtól 37 millió forintot. Na, ebből az összegből nem csak ez a játszótér alakult ki, hanem ma már használható vizes blokk. Két funkciója van, tehát közfürdő gyanánti szolgál, illetve a sátrazók, turisták érkeznek, illetve a fesztiválon szolgálja majd a vendégeket. És összekötöttük a kettőt, hiszen az épület már kész van, és a játszótér, mint látjuk, éppen most épül. Ez a panyolai gyerekeknek lesz majd a birtoka. A játszóteret bár a gyerekeknek építették, a területét a Panyola Fesztel is használhatják majd a vendégek. A fesztivált idén 13. alkalommal rendezik meg, hagyományosan az első augusztusi hétvégén. A polgármester elmondta, nem csak a játszótér kialakítása és a park rendezése történik meg idén nyáron, hanem számos más beruházás is folyamatban van. Van egy kézműves ház felújítása is, ami még ezután fog beindulni, illetve folyamatban van egy vízi sport létesítmény, helyesebben kettő, hiszen a túron és a szamos parton is egy kenukikötőt építünk, természetesen toppos forrásból. Mindamellett számos 40 embernek tudunk biztosítani majd kenuzási lehetőséget 2, 3 és 4 személyes kenukba. Ez is a fejlesztés része, illetve egy épületet fel tudunk újítani, ahol fogadni tudjuk majd ezeket a vendégeket, akik ide érkeznek és választanak a kenukból. Muhari Zoltán hozzátette, 10 darab kerékpár beszerzése is folyamatban van, melyekkel a nyáron ide érkező vendégek fedezhetik majd fel a környék látnivalóit. Még lehet igényelni a nyári szünetre az ingyenes étkeztetést, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek napi egy tál melegételt kaphatnak az iskolai szünetben a nyári vakáció első napjától, június 15-től, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkársága.
azok a szülők, akik még nem kérték az étkeztetést gyermekük számára, a helyi önkormányzat jegyzőjénél továbbra is leadhatják igénylésüket. Tavaly minden eddiginél magasabb létszámú rászoruló gyermekhez, és minden eddiginél több településre jutott el a nyári szünidőben a gyermekétkeztetés. Országszerte közel 142 ezer gyermek kapott naponta egy tál meleg ételt a leghosszabb iskolai szünetben. Idén 6,67 milliárd forintot fordít a kormány szünidei gyermekétkeztetésre. A héten ismét fokozott közúti ellenőrzést tart a rendőrség. A Tiszpol Drugs and Alcohol akció keretében Magyarország egész területén, így a megyében is. Az európai kampány célja elsősorban az ittas vagy bódult állapotban vezető sofőrök kiszűrése. Csökkenti bruttó 2,2 forinttal szerdától a 95-ös benzin és a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát a MOL. A csökkentéssel a benzin literenkénti átlagára 396 forintra, a gázolajé pedig literenként 408 forintra mérséklődik. Závada Pál, Rakovszki Zsuzsa és a Kávészünet együttes, ők is a 89. ünnepi könyvhét és 17. gyermekkönyvnapok nyíregyházi programjának meghívottjai között szerepelnek. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár minden korosztály számára készül vendégekkel június 7-e és 11-e között. A Városháza előtti színpadon találkozhatnak majd a meghívottakkal az érdeklődők, de amnestia hét és ingyenes beiratkozás is lesz a könyvhét alatt. Olvasó vagyok. Országszerte ez a mottója az idei ünnepi könyvhétnek. A Móri Zsigmond megyei és városi könyvtár színes kínálattal várja a vendégeket ebben az évben is. Minden célcsoportot igyekeztünk megszólítani, tehát a legkisebbektől, az óvodás kisiskolásokon keresztül, kamaszokig, aktív korúakig, felnőttekig és a nyugdíjas szép korúakig is. Az idei ünnepi könyvhét díszvendége Závada Pál Kossuth díjas, József Attila díjas író lesz. Vele majd Karádi Zsolt főiskolai tanár beszélget majd a megnyitó ünnepség után. Az ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok a kortárs magyar irodalomra koncentrál. Emellett, mivel 2018 a családok éve, így a gyermekeknek is kedveskednek majd. Például író-olvasó találkozó is lesz a Kufli történetek írójával, Dániel Andrással, hangzott el a sajtótájékoztatón. A vendégek között szerepel többek között még Rakovszki Zsuzsa, Rád Zsuzsa, Sipos László és Lakatos Levente is. A könyvtár számtalan kísérő programot szervezett az író-olvasó találkozók mellé, például zenei koncerteket, de amnestia hét és ingyenes beiratkozás is lesz június 7-e és 11-e között. Ilyenkor ingyenesen beiratkozhatnak. A beiratkozások azok folyamatosan nőnek itt Nyíregyházán, az aktív olvasókat jobban el tudja érni a könyvtár az utóbbi három évben, de statisztikailag is kimutatható. Hadd utaljak egy ifjú hölgyre, aki itt volt egy hónapja, vagy kicsitán több mint egy hónapja, egy népszerű írónő, Leyen Laura, akinek a dedikálásán olyan sokan voltak, hogy itt a téren teljesen a templomig álltak a fiatal emberkék, ami azért fontos, mert olvasni nem csak azért kell, hogy elüssük az időt, hanem azért, mert az mindenféleképpen palírozza az elmét, növeli a szókincset, és amellett, hogy élményt ad, olyan világlátásmódot is adhat az embernek, amely később a felnőtt életében azért segíthet neki saját magának a megkeresésében és megtalálásában is. Csak idén május 31-éig 10.633 beiratkozott olvasója volt a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárnak. A könyvhét alkalmából Nyíregyházára érkezett a Petőfi Irodalmi Múzeum Arany 200 busz mozgó kiállítása, amelyet június 5-én kedden és 6-án szerdán lehet megtekinteni a Kossuth téren. Az Arany János születésének 200. évfordulójához kapcsolódó egyedi látványvilágú kiállítás versek, képek, különféle dokumentumok és relikvia másolatok segítségével mutatja be Arany János életművét, kapcsolatait, költészetének máig ható jelentőségét. A Szolnokon elszenvedett 1-0-ás vereséggel zárta a szezont a Nyíregyháza Spartacus. Bozsik József együttese 16 győzelemmel, 12 döntetlennel és 10 vereséggel az 5. helyen végzett az MB2-ben. A játékosok 2 hét pihenőt kaptak, a felkészülés június 18-án kezdődik. Nem sikerült jól a spali szezon záró mérkőzése, a bennmaradásért harcoló, végül azonban kieső Szolnok otthonában 1-0-ás vereséget szenvedtek a nyíregyháziak.
A csapat Lücsánszki Tamással a kispadon kezdte el a bajnokságot, az utolsó négy fordulóban azonban már a korábbi másodedző Bozsik József felelt a szakmai munkáért. 38 fordulót követően a bajnok MTK-tól 22, a második Kisvárdától pedig 15 ponttal lemaradva az ötödik helyen zárt az NB2-ben a Nyíregyháza, amely 16 győzelem mellett 12 döntetlent játszott és 10-szer szenvedett vereséget. Az MTK-nek egy NB1-es kerete van, a Kisvárda egy nagyon kiegyensúlyozott NB2-es keretet rakott össze, ami azt jelenti, hogy majdnem minden posztra volt két hasonló kaliberű játékosuk. Mi azért ugyanezt nem mondhatjuk el egyértelműen magunkról. Nálunk azért egy-egy meghatározó játékos kiesése sokkal nagyobb terhet rótt a többiekre. Talán ez az a rész a dolgnak, ami miatt nem tudtunk olyan kiegyensúlyozottak lenni, hogy meglegyen a harmadik hely, illetve komolyabb eredmény, akár a feljutás is. Bár a feljutás nem szerepelt az elvárások között, a csapatkapitánya a 12 kapott gól nélküli meccset produkáló Jova Levente csalódott amiatt, hogy nem tudtak harcban lenni az élvonalba kerülésért. Felemás érzések vannak bennem, mert én nem örülök ennek az ötödik helynek. Én azért jöttem ide, hogy feljussunk, sajnos ez nem jött össze. Nagyon hosszú volt ez a bajnokság, nyilván hogy az MTK-t azt lehetett azzal számolni, hogy ők fel fognak jutni, ők elég simán meg is nyerték a bajnokságot. Nekünk jól indult a szezon, de sajnos tényleg ennyire volt képes most ez a jelenlegi csapat. Én gratulálok két csapatnak, az MTK-n és a Kisvárdának. Nyilván jobb lett volna, hogyha mi jutunk fel másodikként vagy elsőként, de most nekik sikerült, mi azon dolgozunk, hogy minél hamarabb fel tudjunk jutni. A csapat házi gólkirálya Pekán László lett 9 találattal. A támadó szerint, aki 18 gólpasszt is kiosztott, a másodosztályban is nagyon meg kell harcolni azért, hogy sikerüljön a kapuba találni. Nagyon nehéz itt játszani ebben az NB2-ben, mert ugye minden csapat tud már védekezni, és most egy-egy gólt mindenki tud rúgni is. Aztán hát úgy gondolom, hogy most az előrefelé játékosoknak is sokkal nehezebb, mint például NB1-be játszani, mert nincs akkora területünk játszani. Szóval úgy gondolom, hogy nehéz bajnokság ez NB2. A nyíregyházi játékosok a hétfői záróvacsorát követően két hét pihenőt kaptak. A felkészülés június 18-án kezdődik. A távozókról és az érkezőkről még folynak az egyeztetések, az viszont biztos, hogy a csapat végig hazai környezetben készül majd az NB2 július 29-i nyitányára. Aranyérmet szerzett a női junior röplabda bajnokság döntőjében a Fátum Nyíregyháza. Az Erdősné Balog Erika által irányított együttes a Budaörsön megrendezett hatos tornán a Vasast, az Újpestet és a hazaiakat legyőzve jutott a fináléba, ahol 3-2-re jobbnak bizonyult a Békés Csabánál. A nyíregyháziak a hétvégén gyakorlatilag ugyanezzel a csapattal Kecskeméten az ifjúsági bajnokság döntőjében lépnek pályára. A bajnokság alapszakaszában a felnőtt NB2-ben szerepelt a Nyíregyházi junior együttes, amely az élen végzett csoportjában. A folytatásban két négy csapatos tornán vívta ki a döntőbe jutást Erdősné Balog Erika együttese. Budaörsön a csoportmeccseken a Vasas és az Újpest ellen, az elődöntőben pedig a házigazda ellen is 3-0-ra nyertek a nyíregyháziak. A fináléban a Békés Csaba ellen az ötödik játszma döntött, amelyben mindössze 6 pontot engedélyezett ellenfelének az újdonsült bajnok. Az első szedben nagyon erősen és nagyon taktikusan, határozottan, jól nyitva, gyakorlatilag állva hagytuk a Békés Csabát. A második szedben följavult az ő játékuk, ők is jobban, erősebben tudtak nyitni. Ez minket egy kicsit megzavart, nem tudtunk pontos támadásokat indítani, és egy kiélezett csata, ugye 23-ra elvesztettük a második szettet, majd a harmadik szedben egy kicsit olyan döcsögős volt, vagy úgy nem tudom, valahogy ott érezték meg a lányok, hogy ez igazából ez egy döntő, itt minden pontért maximálisan küzdeni kell, és egy 19-14 pontos hátrányból sikerült robbantanunk és fordítani. Igazából én úgy gondolom, hogy talán 3-1-re is tudtunk volna nyerni, hiszen 23-22-re még mi vezettünk a negyedik játszmába, de hát egy döntő pszichéje azért az mindenféleképpen más, mint egy sima bajnokság. Elvesztettük a negyedik szettet, de ennek köszönhetően azért a lányok az ötödik szettben úgy álltak föl, hogy gyakorlatilag itt kérdés nem maradt arra, hogy kinyerje ezt a bajnokságot. A felnőtt csapat magyar kupa győzelme és bajnoki ezüstérme után a juniorok által szerzett arannyal hosszabb szünet után került ismét Nyíregyházára korosztályos bajnoki cím. Megsüvegelendő a lányok teljesítménye, két okból is, egyrészt azért, mert nagyon régen nyert már
junior bajnokságot a női röplabda csapat. Másrészt azért pedig nagyon fontos, mert ugye egy országos bajnoki döntőről van szó, tehát az ország összes csapata részt vett ebbe a versenysorozatba, úgyhogy nagyon öröm számunkra valóban az, hogy sikerült diadalt elérnünk. A nyíregyházi csapatból Tóth Fruzsina kapta a legjobb mezőnyjátékosnak járó külön díjat, míg a torna legértékesebb játékosának, a Marosvásárhelyről fél év érkező Innavar Elizabetet választották meg a szakemberek. Az első tornám volt, és nagyon tetszett, és örültem, hogy így összeszoktunk a csapattal, mivel a felkészülés során rengeteg edzésen kívüli programot szerveztünk a lányokkal, hogy ezért, mert két hetünk volt, össze is szokjunk. És hát nem mondhatom, hogy csak az én érdemem volt ez a legjobb játékos cím, mivel ezt az egész csapat megérdemelte. Az aranyérem megszerzése után a lányok nem kaptak pihenőt, mivel a hétvégén Kecskeméten az ifjúsági bajnokság döntőjében lép pályára a juniorral két kivételtől eltekintve megegyező nyíregyházi csapat. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A digitalizációs és infokommunikációs eszközök használata szempontjából a hazai kis- és középvállalkozások rendkívüli lemaradásban vannak az európai versenytársaikkal szemben. Ezt a problémát segít leküzdeni a Modern Vállalkozások programja, amely díjmentesen nyújt segítséget a vállalkozások számára. A digitalizációt szem előtt tartó vállalkozásoknak információs napot szervezett a megyei iparkamara, hogy a cégvezetők első kézből kaphassanak tájékoztatást a digitális vállalkozás fejlesztés külső finanszírozásának lehetőségeiről és a legújabb informatikai trendekről. Megkezdődtek a Zöld Város kialakítása Nyíregyházán című pályázat munkálatai. Az első helyszín, amely megújul, a Benczúr téri Vénusz szökőkút körülötti terület. Mintegy 100 millió forintnyi fejlesztés és beruházás valósul meg idén Panyolán, melyek nagy része az augusztusi Panyola Festre el is készül. A településen nyilvános vízes blokkok épültek, valamint egy játszótér, egy kézműves ház felújítása, egy vízi sportkomplexum, két kenu kikötő és egy kerékpár bérlőhely építése is folyamatban van. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 5-én kedden. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap folytatódik a helyi záporokkal, zivatarokkal tarkított meleg nyári idő. Az előttünk álló éjszaka erőteljes gomoly felhő képződés várható. Zápor valószínű. Helyenként zivatar is kialakulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 16 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhők zavarják a napsütést. Zápor előfordulhat. Helyenként zivatar is kialakulhat. Az északkeleti szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutára 26 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban nem várható lényeges változás, sem a hőmérsékletekben, sem az időjárás jellegében. Délelőttünként az ország nagy részén inkább a napsütés lesz túlsúlyban, főleg a délutáni, esti órákban növekedhet meg erősebben a gomoly felhőzet. Több helyen várható zápor, eső, zivatar, néhol felhőszakadás is előfordulhat. Erős, viharos széllökések csak zivatarok térségében fordulhatnak elő.